Borkai Zsolt vagyok, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. A sport, ahogy eddig is, arról kell, hogy szóljon, hogy a felfelé szellemével egymás ellen küzdjenek az emberek, ugyanakkor legyőzni a másikat, de nem megsemmisíteni. Én úgy gondolom tapasztalatból, hogy a mai időszakban akkor, amikor egy versenyen, egy mérkőzésen azt tapasztalható, hogy a közönség soraiból olyan mondatok hangzanak el, amelyek a rasszizmushoz kapcsolódnak, abszolút elítélendőek. Hiszen ha megnézzük a sportolónak a lelkét, akkor valóban arról szól, hogy tiszteli az ellenfelét. Tiszteli azt az ellenfelet, legyen és nézzen kit bárhogyan, aki ellen küzd, akit szeretne legyőzni, és még egyszer mondom, nem megsemmisíteni. A mai világban ez ellen harcolni kell. Mindent meg kell tenni annak érdekében, ha valaki kimegy egy mérkőzésre, akkor ott nyugodtan szemlélhesse az eseményeket, szurkolhasson, kikapcsolódhasson, legyen büszke a sportolókra, és vesse ki a társadalom azokat az embereket, akik a rasszizmus irányába lépnek, akik olyan jelszavakat, olyan mondatokat mondanak, ami a mai világban, de egyáltalán abszolút elítélendő.